Sziasztok! Ma újra Kinder tojás unboxing. Ugye már régen volt ilyen, de most is csak azért van, mert jött új vadállatos Kinder tojás, ugye ez a Nation-ös. Megnézzük, hogy milyenek vannak benne, van itt 3 darab, úgyhogy hát, ha valami szuper jó állatkák lesznek benne. A múltkori live-ba egyet kibontottam a Lego építősbe közkívánatra, úgyhogy most akkor kibontom itt is, vagyis hát most itt a többi. Nézd, már fordítva van benne. Papír, mind a tojás. Csak itt azt elrakom későbbre. Nem kell most. Na nézzük az elsőt. Ó! Egy elefánt. Persze, hogy pont ilyen volt a live-ba is. Úgyhogy most lett még egy kis elefánt. És hát nem is olyan kicsi. Bár még nincsen agyara, akkor lehet, hogy bébi elefánt. Viszont ez annyival jobb az új Nation a régiekhez, hogy így, például lesz így összerakva. Ugye amikor mondtam, hogy az ilyen videóknál nem szeretem, hogy van talapzat, hanem csak maga az állat, úgyhogy ez tökéletes, ez a kis elefánt. Nézzük is meg, hogy mik lehetnek, hát, hogy itt van a képen. Hát ott van ott kis oroszlán, kis, akkor ez ilyen állatkölykös lesz valószínűleg ez a széria. Azért mondom, hogy ilyen nincs agyara az elefántnak, meg egy rakás kis állat van a képen, úgyhogy na, első szereplőnk egy kis elefánt. Nézzük a következőt. Be is fordítva, azt hittem. Jaj, le kell pucolni az asztalt. Nézzük, mit rejt a 2-es számú. Na, ez mi ez? Ó, ez egy izé, tapír. Ha jól sejtem, az hát, egy kis tapír bébi. Na nézzük, ezt hogy kell összerakni. Óha. Én gondolom először ezt a 2-t, az csak úgy bele. De komoly, ez jó néz ki, de még úgy sincsen. Kis tapír állatka. Egy elefánt bébihez képest meg nagy. Alapjáraton a tapír, az, tehát annak a kisinye az is kicsi, de a kis elefánthoz képest még kisebbnek kéne lennie. Na, és akkor nézzük a 3-as számú tojást, mit rejt, de ez is fordítva volt benne, hát nézd meg, sikerült így megtörni. Nem így akartam, mindig így oldalára szedni, de hát miért így van becsomagolva. Ó, ilyen sincs, ahogy nézem. Nézd már, egy kis borz, egy kis skunk. Még csak ezt is csak 2 részből kell összerakni. De király, kis borzocska, na, ez egész komoly, hallod? Milyen jó, hogy ilyen kis, na legalább ezek értelmes dolgok a kinderekben, nem az ilyen össze-vissza random műtyűr undormány, amit össze se lehet rakni, hanem ezek a kis cuki kis állatok. Hát lássuk, van egy tapír, egy elefánt és egy borz. Hát ennyi lett volna ez a Kinder tojás unboxing, ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és majd jön a következő, mert vadászom a kis oroszlánra.